Állásbörze. 2010-hez képest a foglalkoztatottak száma 18,5%-kal 4,4 millióra nőtt Magyarországon. Konferencia Tiszáért, a közös árvízvédelem, a kárpátaljai szennyvíztisztító telepek felújítása, a közlekedés és a gazdasági kapcsolatok fejlesztése is szerepel a tervek között. Húsvéti ellenőrzések, az adóellenőrök a nyugta és számlaadást, az online pénztárgépek üzemeltetését és az alkalmazottak szabályszerű foglalkoztatását vizsgálják. Tizenkét éve nem tapasztalt növekedést ért el a magyar gazdaság 2017-ben. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Az új gazdaság és foglalkoztatás politikai intézkedéseknek köszönhetően 4,2%-os növekedési teljesítményt ért el a magyar gazdaság tavaly. 2010-hez képest a foglalkoztatottak száma 18,5%-kal 4,4 millióra nőtt. Számtalan kiállító várta az érdeklődőket az állásbőrzére a Continental Arénában. A standokon interaktív módon is megismerkedhettek a munkahelyek kínálatával. A foglalkoztatás az elmúlt években folyamatosan javult, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. A magyar gazdaság is növekedési pályára állt, 12 éve nem tapasztalt emelkedés történt, így 2013-hoz képest tavaly 4,2%-os növekedési teljesítményt ért el. A foglalkoztatási mutatóink lényegesen jobbak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeiek, mint az országosak. Mind a mellett, hogy országos szinten az utolsó előtti megyék vagyunk, az Észak-Alföldi régió. Sajnos a legutolsó helyen van, Nógrád megye van tőlünk rosszabb állapotban, de azt tapasztaljuk, hogy egyrészt a közfoglalkoztatási mutatók lényegesen csökkentek, másrészt a nagy számok, amelyek a országos átlagot jelzik. Egy 4,2, most mondok szándékosan egy számot, egy 4,2%-os gazdasági növekedésnél, ami vélhetően tartósan megmarad, egy további elsődleges munkaerőpiacra történő bevonást jelenthet. A 2010-es tervek között az szerepelt, hogy 10 év alatt 1 millió munkahelyet teremtenek, 2017-ig 690 ezer új munkavállalót regisztráltak hazánkban. Ez azt jelenti, hogy 7 év alatt 18,5%-kal 4,4 millió főre nőtt a foglalkoztatottak száma, a terv, hogy ez a szám 5 millióig emelkedjen. Az ifjúsági munkanélküliséget tekintve pedig Magyarország az uniós tagállamok között a 20. helyről a 8. helyre lépett előre. A közös árvízvédelem, a kárpátaljai szennyvíztisztító telepek felújítása, a közlekedés és a gazdasági kapcsolatok fejlesztése is azon feladatok között szerepel, amelyeket a közeljövőben meg kell oldani. Hangzott el a Tisza korlátolt felelősségű Európai Területi Társulás kisvárdai konferenciáján. A fórumon kiemelték, mindezek végrehajtását közös tervezésű, határon átnyúló nemzetközi projektek teszik lehetővé. 2015-ben alapította a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat, Kisvárdaváros önkormányzata és a Kárpátaljai megyei tanács a Tisza korlátolt felelősségű Európai Területi Társulást. Az egyedülálló kezdeményezésnek köszönhetően először fordul így elő, hogy Ukrajna, mint nem uniós tagállam, Magyarország támogatásának köszönhetően egy európai szomszédsági projekt résztvevője. Ennek célja a gazdasági, befektetési, környezetvédelmi, infrastruktúrális, kulturális és oktatási együttműködések fejlesztése. A Tisza ETT harmadik fórumát Kisvárdán rendezték. A konferencián elhangzott, a szervezet bekerült egy Ukrajna-Európai Uniós integrációját segítő programba is. Egyedül és sikeres magyarországi pályázóként részt vehetünk, ez egészen új hír számunkra is, egy úgynevezett peer-to-peer kezdeményezésben. Ennek a programnak a részeként európai tapasztalatok átadását céloztuk meg, melyben az ukrajnai Chmelnyicki megyét jelölték ki megyénk partnereként. Tehát így átmerészkedtünk a Kárpátokon túlra is, és ott osztjuk meg ezeket a tapasztalatokat. Eddig is több olyan projekt valósult már meg, melyek az egész térség számára nagy jelentőséggel bírtak. Emelte ki a konferencián a Tisza ETT társelnöke, aki hozzátette. Jelenleg is számos pályázat van előkészületben, melyek Ukrajnát egyesítik az Európai Unióval, Kárpátalja segítségével. Meg lehet nevezni olyan projekteket, amelyek már a minisztériumi egyeztetéseken is átestek. Ezek közé tartozik például a közvetlen Intercity járat Munkács és Budapest között. Jelenleg is több program fut sikerrel, melyek a kárpátaljai magyarságot támogatják, hangsúlyozta a fórumon Grezsa István. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa elmondta,
több mint 16 ezer kárpátaljai ruszin magyar nyelvoktatását támogatják, de emellett egészségügyi fejlesztésekkel is segítik a térséget. A Munkácson, Nagyszőlősön, Beregszázban vagy orvosi műszereket az összes járási kórháznak modern ultran készülék, vagy hogy aktualitást is említsek, vakcinákat, kötelező védőoltásokkal látjuk el Kárpátalját 5 esztendőre a korosztályos védőoltásokkal. Ehhez társult még a kanyaró járványhoz összesen most már 13 ezer magyar állam által vásárolt vakcinával járultunk hozzá. Grezsa István azt is elmondta, már 4 éve fizetéskiegészítéssel segítik a kárpátaljai magyarokat, így többek között a pedagógusokat, lelkészeket és közművelődésben dolgozókat. De az óvodások és iskolások étkeztetését is támogatja a magyar kormány, valamint számos kárpátaljai oktatási intézmény működéséhez is hozzájárulnak. Elkezdődtek a húsvéti NAV ellenőrzések. Az adóellenőrök a nyugta és számlaadást, az online pénztárgépek üzemeltetését és az alkalmazottak szabályszerű foglalkoztatását vizsgálják. Akinél szabálytalanságot találnak, akár 1 millió forintos bírságra is számíthat. A húsvéti ünnepek előtt már 2 héttel megkezdődik az ünnepi slágertermékek bevásárlása. Ebben az időszakban leginkább a csokoládék, sonkák és a húsvéti ünnephez kapcsolódó termékek fogynak a boltok polcairól. Az utcákon, a bevásárlóközpontokban ilyenkor megszaporodnak a szezonális árusok standjai. Őket ellenőrzi kiemelten a Nemzeti Adó és Vámhivatal az ünnepi időszakban. Az ünnepek közelettével a szezonális árusítást végző vállalkozások, valamint piaci árusok kerülnek előtérbe Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzése szempontjából. Ez azt jelenti, hogy ezeket az árusokat fokozottan fogjuk ellenőrizni ezekben az időszakokban. Itt akár forgalomszámlálásra is számíthatnak azok, akik egyébként online pénztárgéppel és üzlettel is rendelkeznek. Itt az online pénztárgép adatait is összevetjük a forgalomszámlálás adataival, valamint a pénzkészletet is vizsgálják a kollégáink. Az ellenőrök megjelenhetnek a virág, élelmiszer és italáru forgalmazóknál, valamint különböző rendezvényeken, kiállításokon résztvevő értékesítőknél, szolgáltatóknál, és a vendéglátás területén tevékenykedő adózók is számíthatnak vizsgálatra. Az ellenőrzésekhez akár a fogyasztóvédelem és más társszervezetek munkatársai is csatlakozhatnak. Előfordulhat az is, hogy a társszervekkel együtt végezzük el ezeket az ellenőrzéseket. Ilyenkor nem csupán az áruk eredetét fogjuk megvizsgálni, hanem azokat is, hogy az árunak a minősége megfelel-e a kívánalmaknak, illetve a jogszabályokban foglaltaknak. Természetesen az ellenőrzéseink során vizsgáljuk azt is, hogyha a megnövekedett forgalomra tekintettel valaki alkalmazottat vesz fel, az szabályszerűen foglalkoztatja-e, a bejelentése határidőben megtörtént-e, és illetve a járulékfizetések megtörténtek-e utána. Azok a vállalkozások, akiknél valamilyen mulasztást fedeznek fel az adóhatóság szakemberei, esetlegesen számla vagy nyugtaadást, illetve az alkalmazottak bejelentését nem teszik meg határidőre, akár 1 millió forintig terjedő mulasztási bírságra is számíthatnak. 229 millió forintból újult meg a kisvárdai posta épülete. A beruházás során nem csak kívül korszerűsítették a több mint 100 éves postát, hanem tágasabbá vált az ügyféltér és energiatakarékosabb lett az épület működtetése. A kisvárdai posta évente közel 250 ezer ügyfelet szolgál ki. Sesták Miklós nemzetfejlesztési miniszter maga címezte meg azt a képeslapot, melyet elsőként adtak fel a megújult kisvárdai postán. A jelenlegi épületbe még 1914-ben költözött át a posta, miután a szolgáltatások bővülése miatt kinőtte korábbi helyét. A több mint 100 éves épület korszerűsítése már régebben szükségessé vált. Ez egy 100 éves patinás épület, ezért fontos volt, hogy megújítsuk. Ezáltal kényelmesebb, légkondicionáltabb, tágasabb, modernebb ügyfélteret kaptak az ügyfelek. A teljes külső-belső felújításra 229 millió forintot költöttünk, ami azt gondolom az ügyfelek kényelmére fog válni. A Kisvárdai egyes posta bonyolítja le a település postai forgalmának 70%-át, közel 250 ezer ügyfél fordul meg itt évente. A beruházás a zavartalanabb és hatékonyabb működés segíti. Régóta várnak már rá a kisvárdai polgárok, hogy a posta meg újuljon teljes egészében kívül-belül, és azt hiszem, hogy látva itt a képeket, az itt lévőket, egy teljesen megújult posta, ami úgy hiszem, hogy ez egy kényelmesebb és egy sokkal jobb szolgáltatást, odafigyelést, törődést kapnak majd a város lakói és segítségnyújtás minden területen. Leleszi Tibor azt is elmondta, a posta felújításával Kisvárda szinte valamennyi középülete megújult az utóbbi években a bíróság kivételével, de szerinte ez is hamarosan korszerűsödhet majd.
Fontos, hogy a térségben elindult fejlődés folytatódjon, és az is, hogy biztonságban folytatódjon, mondta egy csengeri lakossági fórumon Gulyás Gergely. A Fidesz alelnöke arról is beszélt, elkezdődtek a munkálatok annak érdekében, hogy minél gyorsabban és minél biztonságosabban lehessen eljutni a magyar-román határig. Itt nagyon sok fejlesztés van, annak köszönhetően, hogy Kovács Sándor képviselőtársam a topos pályázati pénzekből egyedülállóan sokat szerzett meg, ezért helyi városi fejlesztések vannak, és nyilván az útépítés kulcskérdés, az lenne jó, hogyha gyorsforgalmi úton elérhető lenne az országhatár egészen az autópályától. Ennek a megtervezése megkezdődött, és az lenne a cél, hogy az építkezésben is a következő ciklusban nagyot léphessünk előre. Az április 8-ai választás tétje az, hogy milyen jövőt hagyunk gyermekeinkre és unokáinkra, és a mi felelősségünk az is, hogy Magyarország megmarad-e Magyarországnak, mondta Bocskor Andrea, a Fidesz európai parlamenti képviselője nyíregyházi sajtótájékoztatóján. A politikus hozzátette, nagyon nagy a szakadék a nyugat-európai, illetve a közép-európai politikai nézetek között a migrációs problémákkal kapcsolatban. A közép-európai politikusoknak fontosak a hagyományos értékek, a kereszténység, a család, fontos a nemzettudat. Viszont a nyugat-európaiak minden áron megpróbálják nekünk azt bebizonyítani, hogy ezek mind rossz dolgok, mi elavultak, túl konzervatívak vagyunk, és az a helyes és az a jó út, amit ők végeznek és ők csinálnak. Azzal, hogy beengedik a migránsokat, azzal ők a szolidárisak, ők a jók, mi pedig a kirekesztőek és xenofóbok vagyunk. Viszont mi közép-európai politikusok rendre megpróbáljuk visszautasítani ezeket a vádakat, és bebizonyítani számukra azt, hogy azok az értékek, amiket mi vallunk, ezek jelentik a valós európai értékeket. Amennyiben az ellenzék a választás után kormányzati szerephez jut, akkor egészen biztos, hogy az állami, az egyházi és az alapítványi iskolák egyforma támogatást kapnak majd. Ezt Csabai Lászlóné mondta a nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Az országgyűlési képviselőjelölt kiemelte, az egyik egyház ismét egy sikeres intézmény átvételét kezdeményezte Nyíregyházán. Most a Kölcsei gimnáziumot kéri az egyik egyház. Ez egy nagyon jól működő, felfelőívelő, az ország legjobb gimnáziumai között számon tartott intézmény, ahol évek óta, azt tudom mondani, hogy az elmúlt 15 évben probléma nélküli volt a működés, nagyon jó tantestülete és diákállománya van. Ezt az intézményt gondolja úgy a református egyház, hogy ő át akarja venni. Én pedig azt gondolom, és nagyon sokan vagyunk így, és én úgy látom, hogy a szülők nagy többsége is ezen a véleményen van, hogy a református egyház törekvését, hogy gimnáziumot akar működtetni, nem lehet elvitatni, csak nem azon az úton, hogy megbolygatunk egy jól működő intézményt. Tájékoztassa a lakosságot a felgyülemlett hitel és ingatlan adósságokról Nyíregyháza önkormányzata, mondta sajtótájékoztatóján Lengyel Máté. A Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje szerint csak a négycsillagos sóstói szálloda közel 1 milliárdos önrészére felvett hitel fedezete miatt jelzálog alatt van egész Sóstó gyógyfürdő. Ahhoz képest, hogy 2013-ban és 2014-ben az állam által kezdeményezett önkormányzati konszolidáció következtében az állam 18 milliárd forintot vállalt át Nyíregyházától, ahhoz képest az elmúlt 3 évben a jelenlegi városvezetés adósságszintje, önkormányzati adósságszintje megközelítette a szocialisták adósságát. Ez is azt mutatja, hogy a Fidesz és az MSZP között nincs különbség. Húsvéti piac, nyuszi simogatás és kézműves foglalkozások a Kossuth téren, valamint tojáshímzés, pászka és sárgatúró készítés a Sóstói Múzeumfaluban. Idén két helyszínen már nagy csütörtöktől készülnek húsvétváró programokkal Nyíregyházán. Húsvét hétfőn pedig a hagyományos locsolkodás mellett különleges előadással elevenítik fel a népi szokásokat a skanszenben. Az eddig a Sóstói Múzeumfaluban tartott húsvétvárás idén a Kossuth téren veszi kezdetét. Március 27-től 3 napon keresztül várják az érdeklődőket Nyíregyháza központjában. Abban az esetben, ha az időjárás nem kedvezne, az eseményt a Váci Mihály Kulturális Központban tartják meg.
mint a város pedig a Kossuth téren szeretne egy húsvét várást megvalósítani. Jövő héten 27-28-29-én, tehát kedden, szerdán és csütörtökön 2 és 5 óra között, amely égében csak egy ízelítőt ad a kicsitnek és nagyoknak arról, hogy mit is jelent a húsvét. Lesz itt zene, tánc, nyuszi simogatás, lesznek kézműves foglalkozások, és lesz egy kis húsvéti piacunk is a jövő héten. A Sóstói Múzeumfaluban március 29-től húsvét vasárnapig várnak mindenkit közös készülődésre. Itt lesz tojáshímzés, sárga túró és pászka készítés is. A húsvét hétfő kiállítás megnyitóval kezdődik a Skanzen melletti pálinkaházban, majd a Nyírségtánc együttes eleveníti fel a hagyományos húsvéti locsolkodást. De református és görögkatolikus húsvéti asztal, istentisztelet és bábjáték is várja a kilátogatókat. Ezen túlmenően pedig, akik hozzánk betérnek, mindenki kap egy ilyen térképet, 4 állomás van rajta. Ezeken az állomásokon a húsvéthoz kapcsolódóan lesznek feladatok, kérdések. Aki jól megoldja, ezért kap egy húsvéti tallért, és akinek megvan mind a 4, azt egy meglepetés ajándékra beválthatja. A kicsik tojást festhet, a fiúk pedig szagos vizet is készíthetnek, de számos egyéb kézműves foglalkozással is készülnek a múzeumfaluban. Idén egy különleges játék is látható lesz, a meghívott színészek korhű ruhákba öltözve egy interaktív előadás során mutatják be a korábbi generációk életét és húsvéti szokásait. Hiába vezetett, az utolsó előtti percben vereséget szenvedett Nagykőrösön a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az NB1B piros csoportjának 22. fordulójában lejátszott mérkőzésen 98-92-re kaptak ki a vendéglátóktól. A nyíregyháziak pénteken a Hódmezővásárhelyt fogadják. Nehéz mérkőzésre számítottak Nagykőrösön a cápák, és nem is csalódtak a vendégek a hazai pályán még vereten ellenfél otthonában. A hóhelyzet ellenére útnak induló nyíregyháziak beragadtak a rajtnál, aztán futhattak az eredmény után. Két negyedet követően 11 ponttal vezetett a Nagykőrös, de a folytatásban elkezdett zárkózni a Blue Sharks, sőt 84-83-ra már a végül egyaránt 32 pontig jutó Busch és Stojanovic által vezérelt nyíregyháziak vezettek. 90-92 után viszont már csak a hazaiak szereztek kosarat, így 6 pontos vereséggel térhettek haza Nagykőrösről a kék cápák. Sajnos nem úgy kezdtük el a találkozót megint, ahogyan kellett volna. 10-1-re vezetett az ellenfél, és adtunk nekik egy olyan előnyt, amit utána nem tudtunk ledolgozni, sőt az első fél időben ez 17 pontra is növekedett. Nagyon jól dobott az ellenfelünk, ez nem kérdés, de alapvetően azért, mert hagytuk őket, és mi nem voltunk hajlandóak olyan szinten küzdeni, ahogyan egy ilyen mérkőzésen kell. Van olyan szituáció, amikor nem elég szépen játszani, hanem én azt mondtam a srácoknak, hogy le kell menni kutyába, de meg kell csinálni az alantas, nehéz munkát is, és olyan mérkőzéseket kell hozni, amik előnyt jelentettek volna a többiekkel szemben. Ugye Nagykőrösön nem győzött még ebben a bajnokságban senki, hogyha mi győztünk volna, akkor ez mindenkivel szemben előnyt jelenthetett volna, de sajnos ezt nem tudtuk megtenni. A forduló további eredményei a következők: PVSK Békés 107-80, Vásárhelyi Kosársuli Budapesti Honvéd 89-75, Veszprém Vasas 83-61, Győr Tehetséges Fiatalok 61-64, Oroszlány Miskolc 81-62 és Bonyhád MTK Török Bálint 49-91. A tabella élén az Oroszlány áll 19 győzelemmel és 3 vereséggel, megelőzve a 16-6-os mutatóval rendelkező Veszprémet és a 15-7-tel álló Tehetséges Fiatalokat. A Nyíregyháza Blue Sharks 14 győzelem mellett 8-szor szenvedett vereséget. A kék cápák pénteken a 12. helyezett Hódmezővásárhelyt fogadják. Sitko Ernő elmondta, mi szükséges ahhoz, hogy érvényesítsék a papírformát. Egyszerűen jobban kell küzdeni, és meg kell érteni, hogy folyamatosan fejlődni kell, az kevés, hogyha megpróbáljuk megőrizni ezt a szintünket. Kezdem azt érezni, hogy így ezekkel a lehetőségeinkkel lassan elérjük a teljesítő képességünknek a tetejét, ha nem akarunk tovább fejlődni. Ezt a játékosoknak is meg kell érteni, hogy fejlődni kell, tovább kell lépni, és akkor jobb eredményeket tudunk elérni, de ez nem kérdés, hogy a Hódmezővásárhely csapatát itthon minden körülmények között meg kell vernünk. A Nyíregyháza Blue Sharks Hódmezővásárhely mérkőzés pénteken 16 órakor kezdődik a Continental Arénában. Most pedig iradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden.
12 éve nem tapasztalt növekedést ért el a magyar gazdaság 2017-ben. Az új gazdasági és foglalkoztatáspolitikai intézkedéseknek köszönhetően 4,2%-os növekedési teljesítményt ért el a magyar gazdaság tavaly. 2010-hez képest a foglalkoztatottak száma 18,5%-kal 4,4 millióra nőtt. A közös árvízvédelem, a kárpátaljai szennyvíztisztító telepek felújítása, a közlekedés és a gazdasági kapcsolatok fejlesztése is azon feladatok között szerepel, amelyeket a közeljövőben kell megoldani. Hangzott el a Tisza korlátolt felelősségű európai területi társulás kisvárdai konferenciáján. A fórumon kiemelték, mindezek végrehajtását közös tervezésű, határon átnyúló nemzetközi projektek teszik lehetővé. Elkezdődtek a húsvéti NAV ellenőrzések, az adóellenőrök a nyugta és számlaadást, az online pénztárgépek üzemeltetését és az alkalmazottak szabályszerű foglalkoztatását vizsgálják, akinél szabálytalanságot találnak, akár 1 millió forintos bírságra is számíthat. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták március 22-én csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap kissé tovább melegszik az idő. Egy tőlünk délkeletre elvonuló mediterrán ciklon átmenetileg nagyobb nedvességtartalmú levegőt szállít fölénk, de csapadékra holnap sem kell számítani. Az éjjeli órákban fátyol felhős lesz az ég, csapadék nem várható. Az északkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában mínusz 5 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben fátyol felhős, de alapvetően napos időre lehet számítani csapadék nélkül. Az északkeleti szél helyenként megélénkül. Délutánra 7 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban lassanként erősödik a nappali felmelegedés, és az éjszakák is egyre kevésbé lesznek hidegek. A hétvégén a változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, és csapadékra sem kell számítani. A jövő hét első felében már előfordulhat kisebb eső, zápor eső.